Nos, üdv! Ezt a játékot Discordon ajánlották, mondván, hogy nem jó. És erről a játékról, meg úgy a készítőkről is csak rém történeteket hallottam, hogy amit művelnek, hát az felér a művészettel. Úgyhogy alig várom, vágjunk is bele. Először nézzük meg, mi van itt a festésnél. Persze kifestés, nem igazán vágom, hogy mire számítottam. Nézzük meg ezt a bigyófelügyelő madarat, aki valójában a riporter. Most úgy néz ki, mintha egy gyufát tartana a kezében, vagy valami mást. Na jó, hagyjuk, lépjünk tovább. Inkább filmezzünk. Hűha. Itt valami komoly fog történni. Simba. Time no see. What are you doing today? I don't know yet. We can fix this. Tyúha! Ha jól hallottam, ugyanaz a szinkron színész van mindkettő állatnál. Eddig jó? Eddig teljesen optimista vagyok, hogy ez jó lesz. Mint valami szar autóriasztó. És ti mit kerestek itt? Hát mondjuk, ha Simba itt van, akkor ti miért ne? Á, itt ez a bígyó felügyelő madár. Akinek szintén ugyanez a hangja, mint a másik két állatnak, csak olyan, mintha befogná az orrát. Vagy nem tudom. Ez a csávó lényegében saját magával beszélget. Jelenleg, mint én. Aha. Jó, hát ezzel együtt tudok érezni. Ez a medve megsántít, miközben árul használt rágógumit. There is no party. Oh. It's driving me crazy. Mi a f... Hú, ez a sátáni hang. Vagy aztán rongyolnak a szarosok nagyon. Jó, hát lehet, hogy az összevágások miatt, mert én ebből egy csomót kivágok. Nem fogjátok érteni, miről van szó, de javarészt én se értem. Közben az évszázad bunyóját láthatjuk. Annyira izgalmas minden. Elnézést, allergiás vagyok a fasságokra. Évszázad vitája. Nem, nem, ez egy baromi rossz ötlet, ne. Hát persze, persze, focizzunk! You mean with a team? You mean with a real goal and spectators and stuff? Yeah, everything will be there. And I will be the reporter. Good idea. Good idea. Úgy hangzik, mint valami zulu sámán. Ezt a játékot még én is le tudnám szinkronizálni. Vagyis játékot, mert már lassan 5 perce itt vagyok, de szar se történik. Vagyis történik, csak ki a tökömet érdekli. Ja, évjátéka, pont mint ez. Bár a szinkron minőségétől meg helyenként töri az angolt, így több mondatot nem lehet érteni, mert helytelen. Még a hiénák is itt vannak. Jaj, szegény, hát veled mi van? És most feltétlenül muszáj megmutatni, hogy elmegy innen. Ezt a mondatot nem értettem. Az a nyúl izéli a földet. Nem úgy, azt most miért kellett mutatni? Az, hogy most megy az a nyúl, az mitől szignifikáns? Itt a nyúl viszi Csehov puskáját. Bárki is, bárki is szinkronizálja ezt a játékot, Troy Baker elbújhat. Nolan North a nyomába se ér. Hú, de nagyon szexi a bakancsot. Pillanatra azt hittem, hogy a madárnak focilabda hangja van. Itt meg a madár vajda, meg a testőrei. Továbbra is több perc, semmi nem történik. Nem tudom, hogy ez miért jelentős. Szálljál, légy szabad! Megjött az újság köcsögök. Ezt még az erdei tevék is megkapják, meg a hegyen élő vízilovak is. Jó sok papír lehetett a csőrében, hogyha így képes szétszemetelni az egész világot. Hát, jó van! Jaj, ne! Ne énekeljetek, léci! Köszönöm. A szinkron színészünk egyszerűen lenyűgöző munkát végez. Hú, de raj vagy.
small, but you're fast. Hát a kicsi, de gyors, hát jó. And I? What can I be? Nothing, Grummel. You are way too small. Na és mi van a másik kutyával? Az még kisebb. Jó, mondjuk ezen a ponton én már feladtam, hogy bárminek legyen értelme. Egyszerűen annyira izgalmas minden, nem találom a szavakat. A helyzet fokozódik egyre jobban. Nem sokára történni is fog valami. Te mit csinálsz, ez nem kosárlabda. Micsoda ágyúlövés. És átrúgta a másik kontinensre, yeah. Az a kutya nagyon ismerős. Hát mondjuk nem ilyen hangot képzeltem el neki. Kicsit olyan, mint a frissen herélték volna neki. És még szinkronban sincs az egész. Annyi érzelem van a hangjában. Tekintélyt parancsoló. A mosómedve hangján meg lehet hallani az alárendeltséget. Egyszerűen zseniális. Peter Griffin mit keresel itt? Ez nem csalás egyébként, hogyha a legnagyobbat állítják be a kapuba, aki akkora, mint a kapu? A medve meg úgy jár, mint akinek 6 töke van. Hopp, lebukott. Ti jó nagy valószínűséggel a rövidített változatot nézitek. Én már nagyon régóta itt ülök, és úgy érzem, szükségem lesz egy ördögűzőre, de most azonnal. Na. Ó, micsoda rugás! És ott fut, és kivédte. Fantasztikus. Nagyon hihető. Zsófi? Hát de Zsófi! The wild dogs are already practicing shooting on goal. Because shooting on goal is the most important thing in soccer. Therefore, we should practice that too. Az ön logikájával nem fogok megküzdeni, milord. Több percen át semmi nem történik, csak pofáznak a semmiről. Kezdek leépülni egy picit. El fogom érni egyszer a töréspontomat. Basszus, én jobb szink. Én jobb szinkron színész lennék. Ez most úgy hangzott, mint a Strongholdban, amikor közeleg az ellenség. Jaj, az ég ágyon ketté titeket, hogy néztek ki? Ott a cukros medve, továbbra is használt rágógumit árul. És félbeszakítja saját mag, mufasz a faszal, vele ne szarakodjatok. Na most ezzel vérig sértetted. Ja, szerintem is kezdjétek el, mert valakit le fogok lőni. Annak a két majomnak a családját úgy néz ki, túlszulejtették, úgy néznek ki. Miért van két kommentátor, amikor a szinkron hang ugyanaz? Mi a kristályozott turbo lófasz folyik itt? Meddig tart még ez az animált fostenger? Hogy dugnák fel a picsájába a Burj Khalifát annak, aki ezt a szart létrehozta. Meg kell... Ki a tököm csinálta, ezt meg kell kövezni. Amúgy is milyen nyelven van ez? És miért szükséges? Nagyon közel vagyok ahhoz, hogy kilépjek a francba. Valaki elkövette ezt a bűnt, amit itt látunk. Valaki rábólintott erre, és azt mondta, ez jó lesz. Jaj, ne! Rémámomban ne jöjjön elő. Ha ezeknek több játéka van, félek megnézni a többit. Butcher épp próbál a földre szarni. Amúgy mi logika alapján döntik el, hogy melyik kutyának van nadrágja és melyiknek nincs? Mert hogyha nadrágot viselnek, akkor egész végig mesztelenül rohangáltak, és most egyesek félmesztelenül vannak. Vagy hogy működik ez a világ? Ja, Harry, fogd a pofád! Ti most komolyan bemutatjátok egyesével a játékosokat. Ki a francot érdekel? Csak... Tempó! Miért volt ez szükséges? Olyan kérdéseket teszek fel, amire soha nem fogom megtudni a választ. De legalább a meccs elkezdődött! Végre! Történik valami! Végre beindul ez a szar! Na jó, ne szórakoztassál már, hát pattogtatja a labdát. Milyen foci ez?
Érzem, hogy az agysejtjeim felköték magukat egyessével. És mellé rúgja, nem is rúgja, mellé dobja. Hihetetlen. Fú, ez nagyon 3D-s volt. Éreztem, hogy a labda az arcomat érinti. Annyira élethű volt. Jaja, szép volt, Sasha! Most hozz a kombinált fogót! Te szent szar! És most mindenkinek vibrál a feje. Úgy látszik, a játék öntudatra ébredt, és rájött, hogy egy rakás szar. Ezt a majmot meg eltalálták egy tézerrel. Hűha, hát itt is... Már lassan vérre megy az egész. Hát már jó lenne. Na? Yeah! Próbálkozásból jeles. Én hányás közben szoktam ilyen hangokat kiadni. Hogy? Milyen foci ez? Hogy veszed ki a krokodil szájából a labdát? Ezek szerint még is sikerült. Egyik pillanatról a másikra megy a labda. Hát, hogy? Hát itt izgalmas helyzetekről maradunk ki. Hát én meg akarom nézni, ahogy egy... Hűha, ne... Érzik a fülem. Na hát ez rosszabb állapotban távozik, mint ahogy a földre került. Eltört a bordája, akkor most keresztül megy az egész testén. Na de folytatva, én meg akarom nézni, ahogy egy kutya kivesz egy krokodil szájából egy labdát. Mert szerintem az egy látvány lenne. Vagy aligátor volt? Tökömet se érdekli. Na most azzal, hogy nincs szinkronban a hang a képpel, sikeresen elszpoilerezte, hogy ez mellé megy. Szép munka. És még csak a fél idő. Édes faszom. Na, kérlek, irgalmaz! Melyik elmebetegnek volt ez a lázáma? Ezt még az ellenségeimnek se kívánnám. Ugye az ott pedóber. Mindjárt átmegy Tsubasa kapitányba. Ez a legrosszabb bejátszás, amit eddig láttam. Az meg ott mi az Isten volt? És persze ezt nem védte ki, ez az, yeah! Belőtte, elengedte a lufikat, jaj, szegény. Ez az, mindjárt. Mindjárt az asztalra szarok örömömben, ez az. Visszavágót a népnek. Visszavágott még fél órát ebből a... Nem találom a szavakat már. Egyszerűen... Ez egy kínzás. Ha én a világ legszarabb animációja lennék, én véget érnék. Na végre. Lesérültem. Ez a tortúra, ez nagyon súlyos volt. Ez a videó maga volt az alvilág, szent szar. Hát ezek után kíváncsi leszek, hogy mi van itt. Aha, rakjam ki. Persze, már is főnök. Ahogy halljátok, nagyon jól szórakozom. Na kérem, mert ha ez nem a szórakozás csúcsa, akkor nem tudom mi. Bár ahhoz az animációhoz képest, ez még mindig csúcs kategória, bár ez is legalább annyira stimuláló, mint a pöcsötből kihúzni egy szöges drótot. Na és képes voltam én ezt kirakni. Próbálj meg újra, na már is. Na és ez? Ez az opciók. Itt mi van? Ja, tudom. Igazi innováció. Akkor talán ez a főjáték? Nem, ez egy memóriajáték. Akkor hol van ebben a foci? Azt hinné az ember, hogy akkor valami futball, mert talán bármennyire is rossz, talán még az megmentené ezt a kupacot. Elég ebből a szarból, köszönöm szépen. Ez a játék, ez 10/10. Csak a negatív skálán. Na, ciao.